Rengetegen érkeztek az új Dunaújvárosi Ökölvívó Centrumba, ahol egy reggeli edzői értekezlet után hirdették ki a napi párosításokat, amelyek után 10 órától kezdődően megkezdődtek a bemutató mérkőzések. A bemutató csatározásokat követően Cserna Gábor polgármester köszöntötte a résztvevőket, úgy fogalmazott, Dunaújváros önkormányzatának életében a sport kiemelt helyen szerepel. Dunaújváros önkormányzata megpróbál nagyon sok egyesületet, nagyon sok sportággal, az utánpótlás neveléstől az élsportolóig, ha kell, akkor erőn felül is támogatni. Tesszük, mert úgy gondoljuk, hogy a gyerekek a jövő kulcsát jelentik ebben a városban, és a sport nagyon komoly értéket képvisel. Dunaújvárosban nincs olyan család, akinek a szomszédságában, barátságában, ismerősi körében ne lenne jégkorong, labdarúgó, kézilabda, úszó, birkózó, röplabda vagy egyéb rendezvényre járó ismerőse, barátja, rokona. A kivitelezéssel megbízott DVG ZRT tavaly novemberben kezdte meg a munkát a területen. Kovács Judit, a DVG ZRT elnökségi tagja elmondta, hogy ez a fejlesztés egy országosan is egyedülálló színvonalú sportkomplexum létrejöttét eredményezte. Ez egy nagyon elhanyagolt, de rég nagymúlttal rendelkező sportcentrum. Tulajdonképpen megérdemelte a figyelmet, hogy egy kicsit felújítsuk, rendbe szedjük, mert ez egy ilyen elhanyott város jelleget mutatott itt a város szélén. Mint látszik is a résztvevők számából, hogy nagy az érdeklődés, és hát sokat törtük a fejünket, hogy mit lehetne ebből csinálni, hogy valamikor birkózó centrum volt, adta a küzdősport jelleget, és a boxolók jelentkeztek rá, hogy ők ezt nagyon szívesen birtokba vennék, mert rengetegen vannak, kinőtték az eddigi helyüket, és hogy ezt ők igen komolyan, nagy színvonalra emelve megcsinálnák maguknak, és egy küzdősportcentrumot hoznának létre. Iszonyatos nagy a jelentkező létszáma, nagyon sok gyerek jár ide, és hát azt kell mondom, hogy maga a box szakma is nagy elismeréssel beszél magáról a csarnokunkról. Állítólag az országban nincs még egy ilyen színvonalú csarnok. Dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztos szerint fontos, hogy a felújítás funkciót adott ennek a régen elhanyagolt területnek. Dunaújváros, ahogy már többször elmondtuk, de ezt miniszteresen hangsúlyozzuk, a Nemzet Sportvárosa és a címet szeretnénk megadani, és ez felelősséget is, kötelezettséget is jelent, de legfőképpen az itt élők, fiatalok, a sportolók számára, tehát mind a temes sport, mind a minőségi sport számára, és ahol most állunk, jellegi nevében radari sport komplexumban. Itt megvalósulhat mind a temes sport, mint pedig a versenysport számára edzés lehetőség, verseny lehetőség, hiszen a küzdőcsarnokban olyan minőségű eszközök vannak, és olyan minőségű szorítók, amelyek versenyek szervezésre is alkalmasak. Vagy ahogy a pályára nézzük, itt alkalmas a labdarúgó mérkőzések lebonyolítására. És azt gondolom, hogy ez a terület, amely elhanyagolt terület volt a Modern Városok Program keretében, funkciót kapott újra, és a funkció azért fontos, mert a sportfunkció is nem más, tehát nem felejtettük el, hogy minél több pályát, minél több csarnokot valósítunk meg. Dobrádi Zsolt, az Ökölvívó Szövetség szakmai igazgatója, a felújított komplexum nyújtotta profi körülményekről beszélt. Az ökölvívóknak ez egy nagyon jó felkészülési lehetőség. Itt tényleg minden megtalálható, ami a gyerekek felkészülését elősegítheti. Nagyon büszke lehet a város Csubira, és nagyon szépen szeretném megköszönni a szövetség nevébe a város támogatását, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőséget ad a város ezzel az ökölvívó sportágnak, hogy egy ilyen gyönyörű helyszínen készülhetnek az ökölvívók, és tényleg a gyönyörű zsákok, itt minden megtalálható, ami tényleg ez a sportághoz kell. Ahogy láttam, van szauna a súlyhozáshoz, két szorító, sőt három szorítóval készülhetnek a gyerekek. Most hallottam, hogy futófolyosó, illetve nagyon sok egyéb olyan eszköz áll rendelkezésre, erősítő rész a versenyzőknek, ami szintén nagyon nagy lehetőség ahhoz, hogy a lehető legeredményesebb legyenek a gyerekek. Az ökölvívók számára három szorító, edző és versenyringeket állítottak össze, és 21 darab különféle méretű és típusú boxzsákot helyeztek el a teremben. Sőt, a létesítményben egy külön tanulószoba is található, ahol edzés előtt hasznosan tölthetik az időt a fiatalok.